1791-ben kérték Zemplén fontosabb települései, ami akkor olasz liszkát, és velejtét jelentette, hogy csatlakozzanak a posta vonalhoz, mely meg is történt. A mai sátorai újhelyi főposta épület a századfordulón épült föl. Azonban ezen kívül még működnek kirendeltségei a magyar postának a városban mint híradónk is beszámolt róla, a sátorajói helyi vasútállomáson található, és a széphalmi kirendeltség rajta van azon a listán, melyeket idéglenesen bekívánnak zárni a rezsiköltségek növekedése miatt. Szamosvölgyi Péter polgármester azonban felkínált egy alternatívát annak érdekében, hogy erre ne kerüljön sor, az itt élők igényeit és érdekét szem előtt tartva. Szerdára kaptam időpontot a gazdasági minisztériumban a miniszterhelyettes úrtól, ahol a két bezárásra ítélt, idéglenesen tegyük hozzá, bezárásra ítélt postánkról tárgyalatok, ahol felajánlom annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat a fűtési szezonra átvállalja a rezsiköltségeit a két postának, mint a szép mint a vasútállomáson lévő postának. Ez az én tárgyalási alapom, aztán majd meglátjuk, hogy mit reagál a minisztérium. Nagyon jó lenne, ha találnánk egy olyan kompromisszumos megoldást, ami mindenki számára elfogadható. Hasonló kiállásra már korábban is volt szükség, és az akkori siker most is bizakodásra adokot. Én fontosnak tartom a posták működését, ennek több mint szimbolikus jelentősége van, mert ha már megvannak, és már volt ilyen akarat kés korábbi időszakban, amikor egyik vagy a másik postát meg akarták szüntetni, be akarták zárni, akkor sikerült megóvni, megvédeni őket, Tudom, hogy most idéglenes időszakról van szó, ez április közepe vége lehet, és akkor újra nyitnak. De én nekem az a biztos, hogyha nem majd akkor újra nyitnak, hanem folyamatosan nyitva vannak, ez számomra, meg az itt élők számára szerintem sokkal nagyobb biztosíték, mint hogy várjuk majd az áprilist, hogy akkor na, akkor mi fog történni. A bizalom megvan természetesen a minisztérium iránt, de hát mi már csak ilyen óvatosak vagyunk, úgyhogy remélem, hogy sikerül, a, a tárgyaláson eredményt elérni, azt tudom ígérni, hogy tájékoztatom majd az új helyi és az érintett polgárokat. Az állomáson található kirendeltség a környék nagyüzemeiben dolgozóknak ad jelentős segítséget, míg a Széphalmi pedig egyértelműen könnyebbé teszi az ügyintézést és a csekkbefizetést is az ott lakók számára.